Már számos díjat tudhat magáinak Sárospatak városa a Virágos Magyarországért mozgalom virágosítási versenyben. A zsűri még nyáron látogatott a Bodrogparti városba. Értékelte a virágosítást, a kiültetéseket, a színharmóniát, a közterületeket, a növények egészségi állapotát, az intézményekbe, temetőkbe, a lakosság által fenntartott kiskertek, közterületeknek a növény állapotát, virágosítását. Idén a szervező bizottság külön díját kapta meg Sárospatak városa. A teljesítményhez több tízezer virág kiültetésére és folyamatos újításokra is szükség volt. Május hónapban kezdtük az egynyári növényeknek a kihelyezését. 45 ezer darab növényt ültettünk ki, illetve a kandelápereken 1200 cserép futónövényt helyeztünk el. Ezek futómuskálit, illetve futópetóniák. Minden éven megjelenünk 5-6 újdonsággal, most ez éven a virágoszlopok, amelyek a főúton, a buszmegállókban, illetve a Hiltéren díszítettek, keltettek újdonságot. A virágok kezelése, a közterek ápolása, gondozása komoly emberi erőforrást is igényel a kommunális szervezet részéről. Ez mind az időjárástól függően változik. Átlagban 30-40 embert köt le. Van, amikor többet, amikor a világkiültetési szezon van, mint jelen pillanatban most októberben, az elvácska kiültetéssel, így jóformán a park fenntartásnak a nagy része ezzel foglalkozik. A város polgármestere nem csak a főkertésznek és a kommunális szervezet munkatársainak köszönte meg a szép munkát, hanem a város lakosságának is. Nagyon büszke vagyok a sárospataki lakosokra, akik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a saját portájuk mellett az előttük lévő közterületeket is rendben tartják, virágokat ültetnek, cserjéket ültetnek, és gyönyörű esztétikai élményt nyújtanak nem csak a maguk kezelésére, hanem a pataki lakosok és az ide látogató turisták megelégedésére is. Sárospatak városa évente közel 9 millió forintot költ virágosításra, parkosításra. A befektetett pénz és energia pedig már számos alkalommal kivívta a Virágos Magyarországért mozgalom elismerését.